Jóra reggelt kívánok! Üdv a csatornán kiperjelkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22, nem egy milliárd euró kihívásos gameplay sorozattal, hanem Farming Simulator 22 full realisztikus gameplay sorozattal, amiben mától nem fog RP lenni, gyerekek. Megírtátok egyébként nagyon helyesen, hogy Keeper nagyon frusztrálta az, hogy folyamatosan kell neki szerepet játszani, és egész végig arra kellett figyelnem, hogy ne essek ki a szerepemből, meg hogy RP-zzek folyamatosan, meg hogy mit mondjak a következő három mondatomban, és emiatt nem tudtam elengedni magam, és tök zavaró volt az egyébként az egész. És ezt tök észrevettétek. Úgyhogy mától nem lesz RP ebben a sorozatban, soha. Úgyhogy bocs, aki nagyon éli az RP-t, de én ne arra úgyhogy elengedem. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem folyamatosan full szimulátor és full realisztikus gameplay-re törekedve fogunk játszani, mert az megmarad. Ugye felállítottunk egy szabályrendszert, azt nem fogjuk elengedni, tehát csak belső nézetben játszunk, manuál attachment mód, kormánnyal játszunk, manuális sebességváltóval játszunk, és ezek mind így meg fognak maradni, viszont az RP, azt így engedjük el, hogy hadd beszéljek azt, amit akarok, meg hadd csináljam úgy, ahogy akarom, és tudjak normálisan beszélni hozzátok, ne az, hogy ilyen virág nyelven kelljen megfogalmaznom a dolgokat, értitek? Egyébként írtátok, hogy akkor bérmunkázni kellene, hogyha már egyszer nem nagyon tudunk sok mindent csinálni, és hogyha már egyébként bérmunkázunk, akkor úgy gondoltam, hogy a folyamatot vigyük végig akkor is, ugye, hogyha nem a saját földünkön dolgozunk, és mi a legelső folyamat, vagyis a folyamat legelső állomása mi? Igen, az, ami egyébként az én kriptonitom, meg az Achilles sarkam, amit így mindig kerültem, hogy komolyan tudjam venni, és az nem más, mint ugye tudjátok szerintem a szántás, úgyhogy a mai részben megpróbálunk akkor szántani bérmunkába. Egyébként van egy mód, amit beraktam, aminek köszönhetően több lehetőség adott ugye a bérmunka elvállalására. Vissza is dobálhatod őket, és újakat kérhetsz, de mindjárt meg fogjuk nézni. Meg mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Ja, egyébként még a bérmunkával se vagyok teljesen tökéletesen tisztában, mert talán Farming Simulator 17-ben, hogyha bérmunkáztam utoljára. Na jó, de vágjunk bele a lecsóba. Egyébként az egyik szabály ugye ebben a sorozatban az, hogy nem használhatok térképet, nem használhatok semmilyen menürendszer, kivéve ugye a farmházunkba, ami szerintem nem farmház, hanem inkább egy cirkuszos autó, de akkor már menjünk is be aztán. Egyébként ez szerintem az egyik legjobb szabály, hogy nem használhatok térképet és semmit, csak kizárólag a farmházba, mert például most képzeljétek el a bérmunkát, most hadd mondjam el ezt még gyorsan, most elvállunk egy bérmunkát, megadják, hogy melyik földre kell menni, megadják, hogy hova menjünk a gépért, what the fuck? Kijövünk onnan, nem használhatjuk a térképet, onnan túlva egyel van engedve a kezünk, menjél már, látsz ember. Tehát be kell magolnunk, hogy melyik utcán, melyik merre fordulunk, érted? És szerintem ez az egyik legjobb dolog ebben a sorozatban. Egyébként, hogyha tehetném, akkor még kicskapcsolnám a HUD-ot is, hogy ne legyen HUD, mert a valóságban sincs HUD-ot, basszus. De a valóságban is csak arra törekedhetsz, amit látsz, érted, meg tapasztalsz. Úgyhogy a legszívesebben azt is kikapcsolnám, akkor lenne igazán szimulátor és realisztikus az egész. Na, viszont nézzük meg akkor a menüt. Itt van a Google Maps-unk, ugye? És egyébként bocsánatot kérek, de nagyon pörgök, meg egyszerre fáradt is vagyok, aztán szerintem átléptem egy ilyen holdpontot, amikor a fáradtság. Biztos ti is voltatok úgy, hogy annyira fáradt vagy, hogy már nem fáradt vagy, hanem így fel vagy pörögve. Igen, bérmunka téma, nem ez nem az, a bérmunka téma, és akkor kikapcsolok én itt minden elővalasztási dolgot, hanem csak a szántást fogom meghagyni, és egyébként, ja, igen, nem akarok olyan túl nagy területet szántani, mert nem nagyon szeretek szántani, de akkor már menjünk végig ezen a folyamaton, és a szántás legyen az első, amit csinálunk. Na, várjál, 6 farmos területen kellene a Flipnek megszántani a területét, a Karolnak meg az 58-oson kellene. Nézzük már egyet, melyik az. Hol van egyáltalán az 58-os, meg ezek? Hol vannak ezek? Itt az 58-se. Ugye tényleg gyorsan végigfutok, hogy melyik körülbelül. Van a 44-es. Egyébként nagyon szívesen inkább ilyen retro jellegű járművel csinálnám. Nekem azt, hogy tök tetszene. De nézzük végig, itt van például a Grazina. Ripovszkának 0,5 hektáros területe, a 4-es terület, az hol van a 4-es terület, öcsém? Az itt van benne a faluban, more.
Benne házak között. Jó, ezt engedjed el, nem akarok a faluba lenni. Aha, mi van még? Melyiknek van ilyen retro gépe? Azt akartam oda nézni, ez meg mi az a kislány, hallod? Kamilla Kaiserkának. A 17-es területe van. Igen. Hát igazából a 58-os terület van a Karolnak. Mi volt még? Meg ő neki van a 4-es, ez csak belül van. Egyébként mivel ugye felraktam ezt a modot, nézd meg, tudsz egy olyat csinálni, hogy le tudod clearelni, és tudsz újakat kérni. Úgyhogy megpróbálom, jó gyerekek? Hát, hogyha dob valami. Valami kisebb terület lenne jó pénzed, bár aztán valószínűleg nem kapok. És akkor ilyenkor tudsz olyat nyomni, hogy New Contact, és akkor dob egy újat. És New Contact, akkor dob megint újakat, látod? Csak ez mindig ilyen izén modern traktor, valahogy egy kicsit olyan retro jellegűt szeretnék. Jó kontakt. És ez mindig ilyen új traktor, egyik se ilyen retro jellegű. Mondjuk ez még amennyire, de hát ez se retro. A Kamillának kell, figyeljetek, ne arra ugyatok, de clear-elem, azt nézzük még. Ó! Ez a megint ugyanaz beadta a 4-es terület. Lehet, hogy ugyanazokat dobálja, ugye? Hiába is clear-elem. A 44-es területnek a jelennek kellene lenni. Egy klasszal. No. Érdekes, miért nem dobja néha, hogy... Na. A 24-es jelennek. Melyik a 24-es? 0,5 hektár. Melyik? Azt néztük a 24-es? Hol a 24-es? 24-es az itt van-e? Így van, figyelj, a benzinkutta szembe. Vagy mi az benzinkutnak mondható dolog? Valami új környékre mennék legszívesebben, úgyhogy azért itt tettök a kávazzát. Ez melyik? Ez az 58-as. Lehet, hogy akkor bevállalom. Bevállalom a Karolnak az 58-as, az hol volt? Így van-e? Itt az 58-as. Na, akkor ezt be kellene magolni, hogy merre kell mennünk. Aha. Az 58, és az a lényeg, hogy a bolttól itt van ez a keresztelődés túl, ami bevisz a faluba a templom felé. Ahelyett ugye el kellene menni egyenesen, és benzinkút mögött. Vagy pedig úgy, hogy az Y elágazás, mész, megyünk végig, itt ugye eltalálunk egyenesen, és lesz egy Y elágazás, ott el kell menni balra, és a második terület a bal oldalra. Igazából egy fasor az út végén, itt az út vége. A földút végén, balra és a földút végén. Bevállaljuk ezt a csávónak, jó? Aztán akkor egy kicsit ilyen retro géppel megyek, azt nekem úgy bejövős rendben. Jó, és akkor az a gond, ugye, hogyha nincsen neked olyan eszközöd, akkor úgy kell bérelni. És amiatt ugye 187-te kevesebbet fogunk kapni érte. Na, tárgyak kölcsönzése, yes. Oké. Okay. Meg rég ráadásul nem fogjuk tudni, hogy mennyi az előrehaladásunk, ugye emiatt tök jó meg kell csinálnunk a területet, meg különben cseszhetjük. Na, akkor 58, és akkor mehetünk, nem gyerekek? Veressük neki, mint az őrület. Ha menjünk a beceklével, egyébként jó meglátása volt, egy srácnak írta, hogy a becekléd az le van fagyva, mint az Isten nyila. Fölfogja a seggeden, fölfogja, aranyered lesz. Aztán akkor abból meggazdag szó, mondhassuk úgy is. Na, veressük neki, gyerekek. Na, kezd egyébként ez a hó, ez így felolvad. Gyerek, január elsője van, azt mégis már. Hát mi történt itt? Mi folyik egy gyöngyösen? De mondjuk biztos jobban fut a Verda benne. Na. Mindig meglepődök, hogy nincs motorhangunk, azt rájövök, hogy biciklibe vagyunk. Elmegyünk. Elvileg ugye a szerviz műhelybe, vagy mi ez, a bauthoz rakta nekünk az eszközöket, amiket ugye használnunk kell. Tök jó. Egyébként ez a kormánya még a biciklit is tök jó irányítani, testvérem az orrban. Á, nagyon jó, Lör. Kikapcsoltam ugye a Holt játékot, megoldattam mindent, egyébként nem rossz ez a kormány. Wow, ide felülállunk. Leteszem ide standerre a bringát, gyerekek. Így. Azaz. Hoppá, öcsém. Nagyon jó. Milyen poém, hogy még... Na, egyébként az a nem tudom, az a kordé az enyém, vagy hogy van-e.
Ja, meg mondtátok, hogy ezen a mapon ezeket a járműveket, vagy a kicsi járműveket, amik vannak így elrakva, ilyen easter egg-ek azokat, hogyha összeszedem, akkor kapok érte 1000-1000 eurót. Úgyhogy kettőt már láttunk, tudom is hol van, de most nem azzal foglalkozok, hanem ezzel a dologgal. Egyébként de jó néz ki ez a fent. Ez nagyon jó. Na, ott a súly, itt van a izé, fent üljünk bele, aztán akkor még egyszer kihangsúlyozom, a szimulátor és a realisztikus gameplay az nem fog veszni, mármint hogy ezt úgy akarom csinálni mindenképpen. Például belső nézetbe. Indítsuk el a motort, azt nézzünk körül ebbe a járműbe. Egyébként az is furcsa, hogy most, hogy így játszunk, így meg is kell szokni minden egyes járművet, nem olyan egyszerű a használata. Mert például minden egyének más a váltója. Nézzük a sebességi fokozatokat. 6 darab sebességi fokozatunk van ebbe a verdába, és van osztóművünk is. Az osztómű, figyelj, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, plusz még van 6 sebességünk, meg hátrafele 6 sebességünk. Tehát akkor van 12 sebességed, és az szorozva 4-jel. 48 darab sebesség van ebben a traktorban, gyerekek. Azért az adja, nem? Na, viszont, ugye megmondtátok, hogy erőteljesen használjam ezt a shift gombot, amikor ugye ez a mod fel van telepítve, ez a reális kabinné, de jó néz ki a motorháztetőnk, gyerekek. Azt a betyár, gépháztető. Mert akkor ugye egy ki tudsz fajolni, például hogy hátrafele is, hogy be tudsz fajolni az ülés mögé, be tudsz kukkantani, hogy jól tolattál le oda. Vagy például, hogyha ugye kereszteződésbe például ki tudsz nézni, vagy ilyen esetekben ez tök jó. Na, lépjünk a gázra. Az. Aztán a súlyt akarom fölvenni. Úgy van, úgy, oké. Okay. Természetesen ugye manuális sebességváltót használ a keeper. A minél nagyobb realitás érdekébe. Egyébként tök jó néz ki a traktornak a belsejében, van egy ilyen LCD panel, ami mutatja sebességet, úgyhogy tényleg ilyen HUD nélkül is el tudná játszani, mert ugye a gépekben ott van a kilométer óra, meg ilyesmi. Mert erre valahogy okosban rá kéne állni. Szerintem ez nagyjából jó is, mindjárt megnézzük, kiszállok. Hát, gyerekek, majdnem jó, egy kicsit még jobbra megyek. Valaki írta, hogy nézzek fel az ajtóra, hogyha egyszer szállak be például. Az is adna a realitáshoz. Úgy. Nagyon picit előbbre szerintem. Egy. Most, hogy tökölős egyébként. Azoknak mondom, akiknek lehet, hogy tökölős lenne ez a gameplay. Ugye ilyen furrealisztikusan próbál játszani a keeper. Hogy van a Farming Simulator 19-es sorozatom, hogyha pörgősebb gameplayre vágynak, de ezt nem akarom elrottani semmiképp azt, hogy így pörgünk mind az őrült, mármint játék gameplay szempontjából, a nyelvem az valószínű, hogy fog pörögni. Na, ugye azt le fogod engedni, tehát ez így pont jó a távolság, és szerintem meg az irány is. Ja, nekem tökéletes. Ja, egyébként föl kell emelni, mivel ugye... Mert ugye föl se emeli, hogyha ebbe egy ilyen módszerrel játszasz. Na, gyerekek! Berakjuk ebbe a Szántóföld 1-be, ezt előbbre járunk. Ezt figyelj, Szántóföld 1-be, vagyis ez az osztómű 1-be 3 padlógázon. Semmiért van például az ugye, hogy sokan ugye például meglepődnek azon, hogy egy hát 82-es MTZ 80 lóerő. Hát az autóm, a 3-es Golfom nagyobb lóerő. Ja, csak hát ugye ennek köszönhetően, hogy egy olyan váltó van alatta, vagyis hozzácsatolva, ami nem arra való, hogy például 120-ra menjél, mint a 3-as Golfodda, hanem arra való, hogy nagy nyomatékot le tudjál adni ugye a talaj fele. Ezért ez a 80 lóerő az nem pont ugyanaz a 80 lóerő, mint a 3-as Golfodda, nem éppen arra jó. Na, ez is egész jól sikerült. Jó, hogy kicsit odébb kellett rúgdosni. Na srácok, akkor induljunk meg, ugye... Ha, várjál, fel kell emelni ezt is. Oké, gyerekek. Na, indulási van, szerintem akkor országút fokozatnak nevezem én ezt, oké? Legnagyobbat induljunk meg, aztán mehetünk is. Mondjuk egy kettes teki. Nyomunk neki egy helyzetjelzőt, hogy azért...
Érezze a törődést, bekapcsoltuk a helyzet jelzőt? Na, most kapcsoltuk be, jó? Index. Index vissza, aztán akkor húzathatjuk is neki. Országút 3, országút 4, országút 5, és országút 6. Hadd szaladjon a jármű, hadd szaladjon. Jaj, írta egy srác! Írta egy srác az előtt, hogy itt nagyon sikerült benéznem a stop táblát. Hogy nem nagyon foglalkoztam vele, és igaza van. Na, itt kicsit kikukkantunk, oké. Okay. Ezt átcsurgunk, elvileg erre kell menni, ugye? Sőt, itt már ki is kapcsolom a helyzet jelzett, mert mindenkiig. Aztán csapjuk neki, gyerekek. Országút 3-ba. Egyébként így, hogy ugye manuális sebességváltóval játszol, így főleg tényleg ki kell tapasztalni minden egyes gépet, mert ugye minden egyinek más, hogy vannak a sebességi fokozatai. Ugye, hogyha ilyen automatában van állítva, akkor lenyomod a V betűt, aztán megy minden, úgy, ahogy éppen ő neki tökéletes, de hát hogyha ezt nem használod, hanem manuálisan kell váltanod, akkor ugye el kell találnod a sebességi fokozatokat, amikbe normálisan te akarsz menni. Egyébként baromira jól néz ki. A Farming Simulator 22 egyébként jóval jobban néz ki. Most már értem én, hogy mire. Értem én, hogy miért rajongtakatok érte, mert tök jól néz ki. Valahogy más hatást kelt. Kicsit a járművek nagyon ennyi műanyag hatásúak, de amúgy jól néz ki, tényleg tetszik. Na, srácok! Hol van az a ideje? Hol van az Y elágazás? Itt lesz, figyeld meg el. Itt lesz. Ez az Y, és arra kell mennünk. Ugye, és akkor ez az első föld. Jó kis fentel, ugye? Na jó, nem csúnya a játék, na. És akkor itt jön-e balra, ez az a föld. Ó, de jó, jó van. Egyébként ez tényleg nekem a kriptonitom a szántás. Úgyhogy, ha nagyon elcseszem, akkor ne nevessetek. Á, de jó, nézzem ki, gyerekek, megérkeztünk. Jó, hát akkor ezt kell felszántani, ezt Isten áldjon, ugye? Jó. Várj, hogy van a szántás? Jobb oldali kerék a parázdába. Ja, és ugye tudom, hogy egyébként ez forgatható ez az eke. Viszont én az hagyományos szántást akarom, amelyik nem forgatható ekével zajlik. Ugye az vagy össze, vagy szétszántás. Azt akarom megtanulni, azt akarom tökéletesen csinálni. Minden esetre váltsunk egy ilyen szántóföld fokozatba. És akkor várjál, az azt jelenti, hogy jobb kerék a barázdába. És jobb. Jobbra dobatjuk, ugye? Jól emlékszem, hogy jobb kerék a barázdába, és jobbra dobatjuk. Akkor ott egyszer, ha lemegyek, akkor utána be tudom rakni a jobb kereket a barázdába, ott följövök, akkor be tudom rakni a jobb kereket a barázdába. Tehát ugye, most össze fogunk szántani. És természetesen figyelni fogok az olyan dolgokra, mint a... hogy... menet közben engedjük le az ekét, meg az ilyen hasonló dolgok, hogy ne az legyen, nem lesz az, hogy itt a Keeper megpróbál hülyeségeket csinálni, hogy megpróbál, egyébként ahogy nyomja szét, hogy el a... Na, ez így jó lesz szerintem, most akkor egy összeszántás fog ugye menni, kicsit visszatolatunk, nem tudom, hogy mennyi, hol van egy, várjál, hol van ennek a földnek a széli bazze, mert nagyon nem látod. Kiszállunk. Ez jó lesz, gyerekek. Szépen leosanunk. Jó lesz ez, gyerekek. Na. És akkor nem tudom, várjál. Hányos fokozatba induljunk? Szerintem egy szántóföld 2-be indulhatunk simán. Lefele. És akkor nyomunk egy gázt, és leengedjük akkor a leszközt. Ó, testvéreim az urba, hát nagyon-nagyon adja! És ugye most a szélit megcsináljuk, átmegyünk a túl felül, ott is megcsináljuk a másik szélit. Egyébként egy fokozatot dobhatnék rá. Ahogy van!
bizony van. Ó, gyerekek, nagyon szép. Nagyon szép. Oké. Okay. Jobb kereket ugye tartjuk az élért. Elvileg a jobb keréknél vagy ugye a legelső eke fel. Ha jól emlékszem, akkor az úgy működik, ugye? Ja, hogy csatok ki, hogyha rosszul csinálom, mert egyébként ez tényleg nekem a kriptonitom. Hogy? És akkor várjál. Ó, az a mi van itt, hallod? Ez mi van? Mi van itt? Mi ez? Várjál, kiszállok a gépből, bocs, hogy... Hát apám, azért ez itt ez elég szivatás, nem? Jó, majd izé ledüllőzöm a szélét. Nem nagyon akarok oda lemenni, mert szerintem ott bajok lennének vele. Azért nem ki... Ajaj. Ez érdekes helyen van ez a föld emberek. Hallod? Csúszunk le, bazze, csúszunk le! Le is megyek, mert le fogok csúszni. Áááá! Nehogy fölöntsem itt, bazze, itt van egy ilyen horgos. Te mennyire, mennyire jobban visszaadja a feelinget, mi? Mennyire jobban visszaadja a feelinget? Mint hogyha izével játszol. Azt a ilyet nagyon adja, hogy ilyen havas részen megy ő. És ugye tájékozódni is kell, nincs minimap. Gyárekek, ez nagyon jó. Valahogy föl kéne venni egyébként. Ott a fő célra, itt fölmegyük. Apám, inkább előbb ki kell emelnünk az ekét, azt maximum megcsináljuk, ledüllőzzük. Na, de rúg a verba, gyerekek, rúg a verba. Na. Jó, aztán teszem már le mindjárt, figyeld, menet közben tükörbe látod. Úgy. Szépen. Hát nem hiszem el, egész jó vagyunk, gyerekek. Viszont egy fokozatot kellene neki tennem, nem tudom, hogy menet közben jó-e. Baza. Na ez nem... Hoppá, megváltozott a hangja Verdára, komolyan. Ez a tipikus, amikor MTZ-e is ide, kéri az anyagot, aztán... Hát ez jó. Hú, milyen, egyébként még az időjárás is kicsit olyan tök hangulatos, olyan, mintha éreznéd, hogy hideg van ott kint, nem? Vagy amikor vágni lehet szinte azt a hideget, hogy én nem tudom, hogy érted-e, mire gondolok. Hogy az amikor ilyen csontig hatoló hideg van ott kint. Na, okosba. Jó, maximum, hoppá, hoppá. Jókor fékeztők. Maximum majd tényleg ledüllőzzük. A szomszédnak a földjére nem kell volna rámenni. Kitiporjuk neki a idejét a... cuccot. Amikor átmegyünk, akkor azért kapcsoljunk egy nagyobb fokozatot. És akkor elvileg most a jobb keréket beleteszem a barázdába, és akkor az úgy már jó lesz nekünk, ugye? Elvileg ez tökéletes, gyerekek. Figyeljetek, javítsatok ki, hogyha rosszul csinálja a keeper. Próbálom tényleg jól csinálni, na. Nézzünk egy hármas elindulást. Inkább nézek egy hármas elindulást, kisebb gázzal szépen elindítom. Mint hogy menet közben kell váltani, mert az ugye nem nagyon szerette. Jó, viszont baba. Jó, hát ugye a farming szimulátor miatt a barázdák azok nem úgy állnak, mint ahogy kellene. Na, úgy látom, hogy egész jól ráéreztük. Ezért nem akartam, ugye egyszerűbb lenne azt csinálni, viszont ennél a kicsi földnél nem is biztos, hogy egyszerűbb, hogy ugye forgatom az ekét, de valahogy én meg akartam csinálni ezt a tipikus hagyományos összeszántás dolgot. Na, nézzük akkor. Figyelj, kiérek, kiemelek, azt meg is állok. Kiemelés. Úgy.
hogy miért röffent, úristen. Ezeket a hangokat, meg ezeket a dolgokat, ezeket nem érzékelt, hogyha külső részedben játszol. Hallod? Ez azért más. Ez azért nagyon más. Ez nagyon más, gyerekek. Ez nagyon más, mint külső nézetben az a pörgős őrület. Szépen beletesszük a jobb elsőt. Úgy. Ránézzünk hátul. Kicsit hátrébb csuroghatok. Egyébként, aha. Oké. Okay. 3. 3, 2, 1. És ugye menet közben rakom le az ekét. Érje szó a hál elejét. És külső nézetben még most sem. Nem nézhetem meg külső nézetben, hogy nézünk ki. Mert ebben a gameplay sorozatban pont az lesz, hogy tényleg legyünk azok, akik. Legyünk a traktorosok. Egyébként ez a kövesedés nekem ez annyira nem jön be. Mármint ezt valószínűleg, hogy ki fogom kapcsolni, majd írjátok meg, hogy ezt kikapcsoljuk-e, mert Magyarországon nincs ez, legalábbis felénk. Soha nem szoktak ilyen kőgyűjtőkkel szórakozni. Úgyhogy szerintem az nem jó. Egyébként éjszaka is akarok ám dolgozni. Úgy akarom megcsinálni, hogy most egyelőre nem törgetek bele az időbe, látom, hogy 0,5-ön van, de úgy akarom, hogy normál időbe menjen a dolog. És milyen szépen ben vagyunk a barázdában, jaj, de nagyon csodálatos, gyerekek. Na, és tükörbe látjátok, hogy menet közben még kormányfordítás nincs, akkor emelem ki. Utána fordítunk a kormányon okosba. Hát ja, itt mondjuk ez lehet, hogy tényleg a szomszéd földjét nem kéne kiporni. Na, hát jó van. Egyébként ilyenkor átpofoznám idébe. Így egy nagyobb fokozatba. Arra lennék kíváncsi, hogy letesztelném, hogy egy országút fokozatba is tudnánk-e szántani. Már valószínű, hogy nem. És milyen szép a szántás indításunk, gyerekek. Komolyan mondom, nagyon élem. Mármint, hogy ugye ezt így kell. És ugye le kell düllőznöd majd a szélét. Á, figyelj, ez nagyon adja. Hát oda se kell néznem, mert hát érzem. Egy idő után szerintem érzed, hogy hol van. És én ettől a művelettől félek legjobban, meg féltem. Baze. Halljátok, így egy ilyen 30%-os gázpedál alasom voltam, leengedtem a hátulját, beleakadt az eke, és rendesen megfogta a gépet. Hát igen, ez valahogy ez azért más feeling. Ez a két farming szimulátort is lehet egy csomóféleképpen játszani. Viszont ez az árok, ez durva, hogy ott van, úgyhogy amiatt jó hamar ki kell emelnem, aztán majd keresztbe lehúzzuk. Azt a betyát. Az árak, ez kemény. Itt szépen felborítanám még a traktort. Az mi volt ez? Rúgtunk egyet? Megrúgtunk. Láttad? Kapcsoltam egy hátramenetet, szerintem megrúgott a Verde előre. És a keréknyomok, ahogy kell. Ilyenkor ugye egész máshogy érzékeled még itt a keréknyomokat is előttünk. Szépen rászedjük. Úgy. Pont bele. Mehet az eke. Mehet a nyílgáz. És megjött az a izéhang, megjött az a morgó, recsegő dízel hang, amikor ugye kéri az energyt, meg elkezd füstölni a kipufogót, tudod, az MTZ-nél fekete füst jön belőle, mint az állat, vagyis nem is füst, inkább már korom. Nagyon örülök neki, tetszik. Nem gondoltam, hogy ilyen jól fog menni ez. Élvezetes, és jaj, de jó, hogy nem kell RP-znem, gyerekek, hogy tudok hozzátok úgy beszélni tényleg, ahogy kell. Ez megfizethetetlen. Megint ugye kihúzzuk. Most emelek keeper, és utána fordítsak el. Azt a rohadt életbe. Ezt nagyon élem, gyerekek.
Fölnyomjuk egy 5-be. Hát megyünk. Ez figyelj, ezt leszántom mindenképpen. Kicsit megpróbálunk dinamikusan. Szépen 3-ba vissza. Ráfordulunk. És már engedi a keeper le. Hát ez ugye az összeszántás. Ugye ennek van egy olyan is, hogy a szétszántás. Az meg ugye középről indulsz, és akkor úgy haladsz kettő irányba. Ugye kisebb földeken ez tök jó kivitelezhető, meg ugye a nagyobb földeken és több gépnél is ugye ez fel lehet osztani így a földeket. Ugye így érdemes, amikor ugye még nem voltak ezek az átfordítható ekék, akkor ugye így kellett, hogy csinálják. Mert különben ugye mindig át kellett volna menni a legelejére a földnek, és akkor onnan kellene kezdenie, meg kéne kerülni a fél földet. Úgy meg ugye nem nagyon éri meg, mármint ugye üresen menne visszafele. Úgy meg lehetne csinálni, hogy üresen mész visszafele, tehát nem szálltasz. De annak nem sok értelme lenne. Viszont ez a manuális váltó, ez is egy akkora feelinget dob hozzá, hogy ez őrület, gyerekek. Esküszöm. És ez tényleg nem az, hogy most rajolok, mert mit tudom én, mert billentyűzeten is meg tudod csinálni ezt, de mindenkinek tök ajánlom, hogy csinálja meg, mert nagyon jó. Ez az, mehetünk is. Le is engedtük. És itt dobnak fölfele, nagyon kéri az energit. Ja, nagyon jó. És a gépben lévő mutató sebességmérő, nem tudom, ti látjátok, de az pontosabb, mert az tizedben írja. 7,7, 8,1, 7,9, az így írja. Hát ez tök jó, gyerekek. Megint szépen okosba. Most emelek ki, és utána fordulok csak. Nem törjük bele az ekét a földbe. Nem feszegetjük a vasat. És itt meghúzzuk, és basszus, ahogy leesik a fordulatszám. Ez megfizethetetlen. Ahogy leesik a fordulatszám, amikor kéri. Úgy, már mehet is le. Jó. Meg vagyok elégedve, komolyan mondom a játékkal. És nézzétek ezt a tájat ott. Ja. Mondjuk egy kicsit hideg lehetsz, mármint a magához a szántáshoz, én nem tudom, hogy mennyire reális ez. Ott egy kicsit eltérünk. A barázdából kiugrik a kerék. Figyeljünk. Azért nézek előre egyébként, mert ugye ez nagyon rövid ez a föld. És így itt vagy kihozod. Kiemeled, és utána már ugye szinte fékezhetsz is. Hoppá, üressel vigyázzunk, gyerekek. Üresse vigyázzunk, mert begurulunk oda. Szép lazán. Hát igen. Ez ilyen tipikus, halljátok? Ez ilyen tipikus. Elnyújtózol a fotelba. Betenné valami zenét, érted, aztán akkor csinálod a dolgokat. De nézd, hogy milyen tényleg tök valós az éle. Tudod. Most engedtem le. Most ki, ahogy leengedtem, beleengedt a földbe, már is rotyogós lett a hang. Fú, epic. Én nagyon örülök ennek a sorozatnak egyébként, hogy ezt elkezdtem. És tényleg valaki, hogyha lehet, hogy nem ehhez szokott, meg nem is tetszik neki, de annak ott a 19, de én ezt akarom folytatni, ezt akarom csinálni. Mindenféle munkát akarok test közelből, úgy, ahogy egyszer ne váltsunk külső nézetre, meg így akarom csinálni ezt. Oké. Okay. Ja, hát a szomszéd földjét azt összecsapom. Annyi baj legyen, gyerekek, hát már úgyis ide van bele ott fagyva. És
ugye egyébként ennek a úgy csináltam meg a váltót, hogy nem ilyen váltófülekkel váltok, hanem kézi váltón van. Ennek a Heavy Equipment setnek, ugye amelyik van a kormányhoz, annak a Joyára raktam rá az összes váltó funkciót. Gyerekek, izé, a leengedem a lekét, tényleg rendesen meg lekotkodál. Arra raktam rá, ugye, úgyhogy a jobb kezem az rajta, izén a váltón. A bal kezem az meg a kormányon, ugye. Rajt van ez a golyó is, ez nagyon jól tud segíteni, emiatt ugye nem kell két kézzel fogni a kormányt, hanem jobb kezed az lehet azon a váltó. Bocs, hogy zörög az ülésem. Bocs, hogy zörög az ülés. Visszaszedés. Jó, mennyi van vissza, gyerekek? Hogy állunk? Ó, hát szerintem ez már fele megvan, nem? Úgy gondolom, figyeljetek, megpróbáljuk egy 4-esbe. 3-asba is nagyon kizéte szenvedtette. Kíváncsi vagyok 4-esbe. Mi fog történni? Ajaj! Azta! Húzni húzza, de... Itt a domb elején nagyon szenvedett. Hát ezt nagyon lehet élni egyébként. Ezt a követ, viszont ezt a kövesedést az kicsit kapcsolna. Én nem érzem szükségét, hogy ennek ez kell nekünk, vagy ez egyáltalán nem tűnik olyan dolognak, ami valósnak tűnik Magyarországon. Oké, Csehországban vagyunk, de akkor is érted, mire gondolok. Megyünk tovább, tovább, tovább. És nem tudjuk, hogy hány százalékon vagyunk, úgyhogy nagyon akkurátosan meg kell csinálni, mert visszamegyünk, aztán biciklire meg hazatekerünk, ott megnézem, hogy átvegyem a pénzt, ugye, mert ugye ott tudod átvenni. Azt... Ugye kezd izéni hörögni? Ahogy belemegy az eke a földbe. Nagyon kíváncsi lennék egy ilyen túlterhelt eszközzel, itt szenvedne. Ez egy vicces lenne. Ja, szerintem szépen szántunk. Jó, a farming szimulátor sajátossága, hogy ugye nem tudja kezelni a barázdákat minden irányba. Emiatt elég érdekes dolgok történnek. Úgy. Meg a Keeper székerecseg. Ferike havernak mondtam, hogy meg fogom győzni, hogy a Farming Simulator 22 jó játék. Van az igazság, hogy azt a betyár! Na! Ne! Nyílgáz vagyok! Nyílgáz nyomtam, basszus! Padlógázzal nyomtam, amikor... Ahogy... Azt mi van? Ahogy izé, ahogy elindulsz, hogyha nem, nincs, maza. Kinyomom a izét, kinyomom a padlót, halljátok? Úgy nyomom neki. Na, meg kell igazából követnem mindenkit, aki jó véleményem volt a Farming Simulator 22-ről, én meg szanaszét fikáztam. Megmondom őszinte, hogy ez jó játék, és igazából tévedni emberi dolog. Nagyon leúztam az elején. Ez egy jó játék, ez egy kifinomult játék. Grafikailag is szép, megszokható, a szemnek először furcsa. És talán ezért is, egyébként mindig az új farming szimulátorokat, nem tudom miért, de valahogy lefikázom. Furcsa a szemnek, mindig furcsa a szemnek az új dolog. De egy kicsit ugye, hogyha fordítasz rá időt, akkor rájössz, hogy ez nem egy rossz játék. És Ferika haver is pont ugyanazon a véleményem volt, mint én, hogy ez nem a legjobb. És
és mondtam neki, hogy hidd el, fogadtam vele egyébként, srácok, fogadtam vele. Megmondom mindjárt, hogy mi volt a fogadás tárgya. Tehát az a lényeg, hogy mondtam neki, hogy hidd el, hogy be fogod vallani nekem, hogy a Farming Simulator 22 az egy jobb játék, mint a 19. És mondta, hogy olyan nincsen. És mondtam neki, hogy fogadjunk, és kérdezte, hogy akkor miben fogadunk. Mondtam neki, hogy akkor az lesz a tét, hogy akit én mondok videós, annak oda kell írnod, hogy én vagyok a legnagyobb rajongód, imádnak, szeretlek nagyon, és szív. És hogyha ha ő veszít, vagy én veszítek, akkor nekem kell oda írnom. Egyébként megbízok benne annyira, hogy tudom, hogy elmondaná, hogyha tetszik neki, vagy nem tetszik, inkább vállalná, egyenes ember, úgyhogy inkább vállalná azt, hogy oda kell valakinek írnia, akit én mondok, és valami nagyon vicceset fog, valószínűleg Szala Isti, vagy pedig Dezső Bence, vagy ilyesmi, ezt kell majd odaírnia, hogy én vagyok a legnagyobb rajongót. Aztán se tudom képzelni, hogy nekem, hogyha véletlen én bukok, akkor kinek kell odaírnom. De egyébként az ilyen fogadás, az tök jó. És képzeljétek el egy olyan, mondjuk én nekem, mondjuk egy izéhez, egy ilyen, nem is tudom ki ez, valami nagyon poénos emberhez, oda kellene írnom, hogy én vagyok a legnagyobb rajongód. Szív. Mindig figyelem az őzeket, ugye vannak ebben a játékban őzek, és tök furcsa. Egyébként gondolom lehet spórolni az üzemanyaggal és ugye a váltásokkal. Ez mennyivel összetettebb a játék, hogyha tényleg úgy játsz, megpróbálsz reálisan játszani. Hát egyszerűen imádom. Egyébként lószat sem fogunk keresni ezzel a művelettel, de tényleg legalább tudom, hogy kell, megtanultam szántani, úgy érzem. Gyerekek, munkát tudok vállalni. Egyébként tudjátok, mire gondoltam? Hogy mi lesz a következő fejezet a valóságban, így a farmingba? Mármint a mezőgazdaságban. Farmingba? Mit farmingba? Mezőgazdaságban. Ha belegondoltok, ugye vannak Amerikában már olyan... hát vannak drónok, azt így mindenki tudja. De ugye használnak úgy drónokat, hogy... biztos láttátok már filmben, vagy bárhol is, hogy úgy irányítják őket távolról. Mondjuk egy ilyen konténerben van egy ilyen irányítópanel, mint egy szimulátor, és akkor úgy irányítok. Hát figyeljetek, előbb-utóbb tuti, hogy az lesz, hogy a traktorokat is úgy fogják irányítani a traktorosok, hogy konkrétan beülnek egy szimulátorba, és az össze lesz ködve azzal a traktorral, amelyik kimond a földön, és úgy fog szántani, bazd. Hát miért ne? Hát hogyha figyelj, a drónt azt tudják úgy irányítani, ami repül. Meg mit tudom én, tudnak ugye bombázni, de nem ilyen drónra gondolok, amelyik ilyen, tudod, nem az a propelleres, hanem ilyen repülőgép. Tudjátok, vannak azok az ilyen pilóta nélküli repülőgépek, amiket úgy irányítanak ilyen távolról. Akkor a traktorokat miért nem érted? Aki most ilyen szimulátorban így ugyanígy csinálnád, látnád, hogy mi történik, természetesen kamera lenne a traktor elején, meg esetleg körbe, és úgy beülsz a szimulátorba, és akkor úgy tudnál dolgozni. Hát figyelj, mennyivel könnyebb, nem? Figyelj, traktorra úgy sem tudsz csinálni ezekkel az új traktorokkal semmit, nem kell kiállnod szerelni. És már lassan informatikus kell hozzájuk, nem szerelő. Tehát most tök mindegy, hogy ott vagy-e, húsvérvalódba, vagy pedig nem vagy ott. Jó, van olyan szituáció, amit el tudsz hárítani, mit tudom én, lerúgdosni azért az ekefejektől a sarat, meg ilyesmi, de hát optimális körülmények között ezt nem kell megtenned amúgy se. Aztán, de ennyi erőben miért nem egy szimulátorban irányítod, érted? Most miért kell ott lenned? Szerintem értitek, hogy mire gondolok, most jó, ez egy elég elmondt. De belegondolsz, repülőgépek úgy repülnek, hogy messziről irányítják őket.
Egyébként még a... Hú, bazz, ez kemény volt. Egyébként így taposom a féket, mint a disznóám, tehát így, mint hogyha ilyen csúsztatott kuplunggal indulnék el hátrafele, hogy a fék legyomba. Aztán ide... gyerekek, összeérünk lassan, oda nézzé testvérem. Ilyen csúsztatott kuplunggal indulunk. Jó, mindjárt megvan a szántás. Eléggé szépen meg kellene csinálni, tényleg ne kelljen még egyszer kigyalogolni. Hát ez nagyon epik. Ez most nagyon bejövős nekem, nagyon bejövős. Rotyog ám a gép, gyerekek. Kéri az energit. Ezt tetszik. És hát igazából figyeljetek, hogyha realisztikusan akarunk játszani, akkor ez így működik. Paraszt is kimegy a földre, akkor nem az van, hogy két perc múlva megy vissza, meg gépi munkás, meg minden, ezt így kell csinálni. Ez az! Forduló! Forduló! Egyébként ugye szűkebb a földnek az alja, mint a teteje, mivel ugye ilyen trapéz alakú az egész, szóval az... Meg... Úgy nem megy le ám a deke. És ezzel a, ez annyira jó, hogy a sebességi fokozatokkal... Tényleg, ha billentyűzettel játszol, akkor is próbáld ki a sebességi fokozatokat. Extra jó. Viszont a kövesedés, ez nekem... Ez nekem bánatos sátasz, gyerekek, hogy ez van. Magyarországon azért nem hiszem, hogy kőszerőt szoktak alkalmazni. De javítsatok ki, hogyha nem így van. Lehet, hogy szélsőséges esetekben igen. De amúgy szerintem nem. És amikor kiemelek, akkor fékezek ám, gyerekek. Tehát menet közben nem szenvedtetjük sem a hidraulikát, sem pedig a vasat nem hajlogatjuk. Ilyenkor állok ám a féken, mint az Isten nyila. Még jó, hogy nincsenek ennél lehetősebb helyek, mert akkor aztán barulám, gyerekek. Szépen be van dőlve a gép, barázdába benne a jobb első. És na! Ugye többször beszéltünk arról, hogy mi értelme van az, hogy jobbra vannak eltolva a gépekbe általában a kormányok. Főleg a régebbi a Kirovec, meg ilyen nagyobb gépekbe teljesen el van, ugye jobb oldalt van. Nem, jobb, szinte jobb kormányosok a járművek. Ugye amiatt van, hogy ott lássák ki. A jobb oldalon lássad a kereket, az első kereket legyen a barázdába, mindig a jobb oldalra igazítasz. És ezért van ez a dolog, gyerekek. Jó, figyeljetek, a kettő végét azt ledüllőzzük. Aztán megvan. Ha egyébként, hogyha valaki most csatlakozott be, meg nem vagy belepörgetett, tudom, hogy forgatható az eke, de hagyományos szántást akartam kivitelezni. Jajátok, egy sebességfokozat lemaradt. Azt a betyár, meg is álltunk menet közben. Éppen már letiprom a havat a földről. Hoppá! Egyébként ekkorát fordulni se szabadna a lekével, mint amit fordulok itt, szerintem. Ilyen jó egyenes barázdákat kéne húznom, nem azt, hogy lekövetem azt, amit már elcsesztem. Ó, itt meg már össze is érnek, jó van. Itt először jobbra kell majd szednem, hogyha egy hívest akarok nyomni, mert ez nem lesz már jó. Hoppa! Már mindjárt elkezd érni. A gép szemben. Szedjük vissza. Úgy, forduljon le. Ugye ilyenkor is
Hoppá, ott egy kicsit korán emeltünk ki. Itt is ugye próbáljuk meg jobbra igazítani, ugyanúgy. Tehát nem össze-vissza szálltunk, itt is attól még ugyanúgy csináljuk. Jobb kerék a barázdába. Hát remélem, hogy jól csinálom egyébként. Minden tudásomat összeszedem ahhoz, hogy normálisan működjön a dolog. És ugye a végén szokták ledüllőzni, mert ugye, hogyha legelőször leszántod a két végét, akkor őt széttiprod. Úgyhogy azért úgy szokták. Meg úgy tudom a kultiválásnál is, ugye a végén szokták a végét lehúzni. Figyeljetek, a végzünk utána meg visszavisszük a bauba izét, szajrét. Ja, nekik nagyobb megy ez már. Egyébként már érzésre, hallod? Jó, hát tudom, hogy egy csúnya szántás képe lenne ennek. Epic csúnya, meg az is. Mármint, hogy ilyen... össze-vissza, de... Elsőre azért nem olyan rossz talán. Vagy belestünk a idejébe, szántásba itt. Na, mindjárt meg is leszünk. Szerintem még egy kört megyünk, aztán meg vagyunk. Itt, na, tegyük bele szépen, oda. Úgy, mehetsz lefelé. Tök jó. Mindjárt meg vagyunk. Ja, most írta ki, hogy 90%-ba teljesítve az 58-as mezőn a megbízást. Láttátok? Ott jobb oldalt fent írja. Jó, hogy észrevettem. És mi a... akkor ki is fogja írni, hogyha 100%-ba? Valószínű, ugye? Szerintem még egyet megyek fölfel, azt konkrétan meg is vagyok. De jó néz ki az az erdő ott. Figyeljetek, elnézkedni is fogunk, de ott is aztán belső nézet lesz a... Úgyhogy fapakolás az izé lesz, tortúra. Hát ott se kívülről látja a paraszt, amikor pakolja a fát. Célnak még mindig nem találtunk ki semmit, egyelőre az a cél, hogy minden folyamatot nyomjunk végig, izé. Dolgozzunk itt egy kicsit melózunk, jó? Hogy mondhatni majdnem az összes folyamatot, csináljuk végig. Bérmunkába, de figyeljetek, ez bérmunka olyan Istentől, Isten ellen valónak tűnik mindig. Ezt belegondoltok igazából, figyelj, elmész dolgozni, nem? Mondjuk, hogy nem a saját gazdaságodban vagy, hanem elmész dolgozni. Na, kellene egy fordulat nyomni itt valahol. És az a baj, túllógunk, aztán az a fába nehogy beleakadjon az eke. Itt. Végig küzdjük. Azon gondolkozok, hogy merre kellene. Ezt lehet, hogy nem kifele kellene dobatni, nem? Szerintem befele szokták, ugye? Jó sejti a képe. Hogy befele kéne dobatni? A düllőt. Szerintem ezt befele kell dobatni. Viszont akkor ezt úgy kérem megcsinálni, hogy a bal oldalt kéne igazítani, ugye most, mint hogyha a bal oldalt menne a barázda. Mert ugye az első ekefej, az a bal oldali keréknél lesz. Tehát... attól jobbra fog húzni az eke. Azt tudod, el. Mindig meglepődök, hogy kövérebb gázt kell nyomnom, amikor így beleér a földbe. Maximum kétszer megyünk majd. Ajaj. Betolom ide rám. Jó. Kiemelem akkor meg, megindul. Nagyon jó. Hát van, nagyon bírom.
Azt lehet, hogy visszatolok. Jó volt a koncepció, csak teljesen nem ért át, ugye? Itt. Az a lényeg, hogy a fűvön kellene tartanunk a hátsó kereket, vagy a izé kereket. Azt a kereket ugye, ami van az ekér. Igen, tök jó. Ugye, hogyha fűvön tartanánk végig, hátor, akkor az jó lenne nekünk. Jó, másik végét legyüllőzöm, aztán megyünk ám haza. Azt szerintem nem kell 100%-ra csinálni, ugye a 17-ben legalábbis nem kell. Ja, amikor nem van az eke a földbe, akkor nem szeret váltani. Hoppa. Jó, meg is történt az esemény, hát most fel kell vennem, mivel fájdalmasan érintett minket a bokor. Te férünk? Oké, pont te férünk. Jó. Nem megyek az aljába. Jó, elfért. Ezt a betyár gyerekek, nem egyszerű az élet. Nem megyünk az aljába. Egyébként annyira jó, hogy a váltót be tudott lőni mondjuk. Hoppa. A bokor kettőbe, mert akkor így hiába nyomsz padlógázt, akkor nem tudod, nem indul meg, mint a messzes. Ugye 50-nel lefele a gép. Ezt is akkor meghúzzuk arra, várjál. Igen, ha meghúzzuk arra, az jó lesz. Lassan, lassan, testvére. Hogyné, hogyné. Oké. Okay. Nehogy. Megint a fűben tartjuk majd a izét. A kerekecskénket, kerekecske gombocska. A levegőben van mondjuk most. Jó, ezt kétszer lehúzom, szerintem okék vagyunk. Aztán... Megyünk haza gyerekek, mert annyit már nem dolgoztam, bár régen. Ezt visszatolok még egyszer, azt a lehúzom még egyszer, kész vagy gyerekek. Egyébként a belső évek előtt volna kezdeni sejtem. Hát remélem, hogy elfogadja már. Nem tudom, lehet, hogy 90%-on egyébként már elfogadná. Visszatolunk, jó? Éppen. Úgy, hoppa, hoppa. Lassan, lassan, ott egy fa. Okay. Jók leszünk szerintem. Figyeljetek, ott ami marad, az ott marad. Elengedjük. Nem hiszem, hogy már nincsen kétszer. Jó van gyerekek, figyelj! Én indulok hazafele. Elvégeztük a vitkő. Kimegyünk a földszélére, azt teszünk neki egy országot itt. Egyébként ebben a horgosban nem tudok levenni, várjál már, menjünk le. Ez nem folyó, ugye? Vagy nem ilyesmi, hanem ez csak egy horgos. Nem megyek, ezt megnézni. Körülnézek most egy kis kalandba. Legalább meg is venem jobban a környéket. Azt a betyár gyerekek. Ez kemény lehely. Na. Mi van itt? Ez mi? Ez egy folyó, csak be van fagyva? Ez olyan, mint egy gát. Gyerekek, ez hihetetlen. Annyira ott van a toppon. Annyira érzed, hogy hol vagy.
Szerintem egyébként ez folyó? Nem lehet egy folyó, hát legalább akkor nem lenne ilyen ide is, nem lenne hepehúpás. Hát a videó általában nem hepehúpás. Ugye az ág? Kicsit ilyen kalandba vagyunk, jó? Körülnézünk. 11 párra így elmegyünk itt. Hova érünk ki? LOL. Ha, találjak haza. Ma, mapot nem nézhetek ám, ugye az... Ez itt tiszta. Finoman, óvatosan. Hát nem tudom, hova jutunk ki így. Lehet, hogy hülye ötlet volt. Hát lehet, hogy hülye ötlet volt. Lehet, hogy itt fel kéne venni balra. Összetesszük egy ilyen... Nem fog itt felmenni. Ajaj, a gyerekek. A bajok nem kicsik. Akkor megyünk tovább balra. A hülye gyerek, minek jöttem el erre, mi? Hát ki kéne mennem jobbra, azt valamit kezdeni magamban. Á, nem tudok kimenni itt sem. Ajajajajajajaj, várjál, próbálom kimenni itt. Talán nem borítjuk föl. Azt a betyára. Hol járok? Körülött nekem eljönni erre. Fel kéne menni, ki kéne menni az útra. Ott megy az út, bazzer. Hol járok egyáltalán? Éj, hülye. Kellett nekem ez, mi? Csak az a baj, itt meg itt lesz megint ez a meder. Jaj, gyerekek. Na, mondjuk itt nem olyan mély. Ott... Jó lesz. Ennyi? Jó. Aha, itt van az az út, amire vissza kellene vennem. Jó. Megtaláltuk. A hülye gyerek, mi? Jó van. És te, szerintem hol van a hó? Még jobban hol van, nem? Ja, nagyon, egyébként nagyon-nagyon lehet élni ezt a játékot. Egy országot is kéne kapcsolni neki ezért. Na! Az, 5, 6, és direkt fölkap... Oda néz! Direkt fölkapcsoltam, oda néz a fordulatszám. Túlságosan fölkapcsoltam, és mindjárt nem megy. Tök jó. Á, nagyon jó. Na jó, megyünk ám be. Index. Teleparkolok. Figyeljetek, ide lerakom ezt a gépet. És kezdenek vele, amit akarnak. Annyi, hogy az ekét azt lehet, hogy leengedem. Ahogy nem olyan, hogy szancsak. Hanem ott lesz a helye. Jó van, gyerekek. Picit összekoszoltuk. Pattadjuk a Verda brigára, aztán mehetünk haza. Áh, gyerekek. Hát remélem, hogy megtörtént az esemény. Mármint jó, jó úgy vette, hogy ezt végeztem vele. Hoppá, egy kicsit még csúszik a... Jó, bazza, eredős elfáradt. Hallod, egy ilyen eredős munkahának tűnt ez nekem. Benöntöttem a brigát kanyarba, úgyhogy a vállam elért a földet. Jó, menjünk szépen. Hazatekerünk kokosba. Itt már teljesen van óvadva, figyeld. Teljesen van óvadva. Ja, majd egy kaszát kellene venni, azt le kéne kaszálni. Azt. Lehet, hogy egy kis pénz jönne belőle, nem?
Na, oda felugratunk. Á, nagyon jó egyébként. Imádom. Hop, 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 hop. Úgy. Ide, standerre lerakjuk. Aztán megyünk haza. Hát tök jó egyébként, hogy... Először lehet megnézem a mapon, hogy ilyenkor mutatja, vagy hogy van. Hogy mit kell ilyenkor? Na nézzük. Befejezve van, el. Lehet, hogy 90%-ra kellett. Bejelleti díj, annyi. Nem írja a százalékot. Jó, megcsináltuk gyerekek, tök jó. Á, örülök neki. Mapon mutatja egyébként, hogy mennyire vagyok, hogy vagyok. Neked is. Melyiket csináltuk? Melyiket is csináltuk? Az 58-eset csináltuk, ugye? Felszántott. Az mi szántottuk, Fetiscsó! Na jó van, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Ez jó hosszú videó lett, viszont nagyon élem, nagyon tetszik. Valószínű, hogy legközelebb akkor nem is tudom, melyik folyamat jönne. Ugye a kőszedés? De mondjuk a kőszedést én eltávolítanám, hogy írjatok róla, hogy szerintetek ez hogy van. Egyébként remélem, hogy így jobban tetszik, hogy nincs RP. Nekem mindenképpen, nem akarok megőrülni semmiképpen az RP sorozattal. De viszont a szimulátor jelleg az megmarad. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!